A Tolna megyei foglalkoztatási paktum egy 2016-ban indult pályázat. A célja, hogy a benne résztvevők erősítsék a megye gazdaságát, valamint csökkentsék a munkanélküliek számát. A programban a Tolnáért Nonprofit Közhasznú Kft. Mellett a kormányhivatal, az iparkamara, valamint a megyei szakképzési centrum vesz részt. A pályázat során a szakemberek főként a tartósan munkanélkülieknek segítenek újra elhelyezkedni, de emellett nagy hangsúlyt fektetnek arra is, hogy a diákoknak, valamint a munkáltatóknak, vagyis a vállalkozóknak tartsanak szakmai konzultációkat, hogy elmagyarázzák nekik, milyen hasznokkal jár egy munkanélküli, vagy például egy szakmunkás gyakornok foglalkoztatása. Az idő arányos mérőszámok nagyon jó, ugye 1021 főt kell inaktívat bevonni ez idő alatt, ez most jelen pillanatban szeptemberi mérőadatok szerint a foglalkoztatási főosztály részéről alapján ez 81%-os, reális az esély arra, hogy ez a célszám természetesen az egyéb mellette lévő paraméterekkel teljesül a jövő év végéig. A gazdaság élénkítése szempontjából elengedhetetlen a megfelelő szakember utánpótlás biztosítása, ebben jut kulcsszerep a megújult szakképzésnek. Dömötör Csaba, a Tolna megyei szakképzési centrum kancellárja Tamásiban most azokról az előnyökről beszélt, amiket egy cég akkor tud kihasználni, ha a munkaszerződéssel szakképzésben résztvevő gyakornokot foglalkoztat. Akár anyagi előnnyel is tud járni. A másik lehetőség pedig nagyon-nagyon fontos, hogy a sokat van a cégnél, nagyon sokat megismerik a gyereket, megismerik a tanulót, meg tudják azt, hogy mire számíthatnak, ha őt alkalmazni kívánják. Tehát van egy ilyen munkavállalói oldala is ennek, és egy munkáltatói oldala is ennek. Emellett a cégek a gyakorlatot teljesítő diákok után adókedvezményre is jogosultak lesznek, ami pedig plusz bevételt jelenthet nekik. A Tolna megyei foglalkoztatási paktumról legközelebb Bonyhádon hallhatnak aktualitásokat a vállalkozók.